A tornyosi civil szervezetek aktivistái a szervezeteik székhelyeinek környékét takarították. Azok, akik nem tartoznak egyik egyesülethez sem, a helyi közösség illetékeseivel együtt a falu központjában takarítottak. Örülök annak, hogy a falunak olyan emberei vannak, akik fölfogják azt, hogy a környezetünkért igenis tennünk kell valamit, hogy egy picikét a magunkhoz szerény körülmények között méltóan tisztábbá, szebbé tegyük a környezetünket. A tornyosi helyi közösség illetékesei a falu lakosságát hosszabb távon is szeretnék környezettudatosságra nevelni. Az embereket olyan viselkedésre ösztönözni, hogy például akár ásványvíz vagy üdítők vásárlásánál az üveges csomagolást vásárolják, tehát hogy tudatosan óvják a környezetet, illetve lebomló, akár papíralapú bevásárló úgymond táskákat használjanak, és ne pedig ezeket a műanyag, le nem bomló eszközöket használják. A zentai önkormányzat támogatásának köszönhetően 300 rózsatőt ültettek el a faluban. Az emberek érezzék azt, hogy a környezetünket meg kell védeni, akkor nekünk is szebb lesz, meg jobb is lesz. Nagyon fontos az is, hogy ezekben az akcióban részt vesznek az iskolás gyerekek is, és akkor már kiskoruktól már tanulják ezeket a dolgokat, hogy a környezetünket őrizni kell, vigyázni kell. A földnapja alkalmából az elmúlt napok során a Zentához tartozó települések mindegyikén szerveztek különféle akciókat, ezzel kísérelve meg felhívni a lakosság figyelmét a környezetre való fokozottabb odafigyelés és a környezetvédelem fontosságára.